Ez a Hírek plusz a Szolnok Televízió napindító híradása január 26-án szerdán. Köszöntöm nézőinket! A szakképzésről szóló törvény értelmében az állam az első szakképesítés megszerzését ingyenesen biztosítja. Felnőttként is van tehát lehetőség két szakma és egy szakképesítés ingyenes megszerzésére, amelyre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben nyílik lehetőség. A kereskedelmiben jártunk tegnap, ahol 21 cukrász és szakács tanuló tette le ágazati alapvizsgáját. Vajon párolom a hagymát, ha ez üvegessel lepirult, akkor rárakom a gombát összevágva, ugye úgy szopírozom, aztán sóbors hűszerezzem. Végül egy kis liszt, tejszín és friss petrezselyem. Így készül a tökéletes gombamártás. Ehhez párolt csirke mellett kellett készíteniük a vizsgázóknak. Itt már mindenki rendelkezik valamilyen végzettséggel. A résztvevők felnőtt képzés keretében tanulják új szakmájukat. Nekem úgymond könnyű, meg ugye szeretek is a vendéglátással foglalkozni. Hát egyébként jónak látom. Jött szakmám van. Szakács, pultos, pincér, vendéglős, meg vendéglátás szervező. És akkor még szeretnék egy cukrászatot, amit eddig is szerettem volna. Ez egy piskóta tekercs lesz, barackalekvárral, citromhéjjal és egy kis rummal ízesítve. Debreceni Ildikót, a Szolnoki Jelmezárt Kft. Ügyvezető igazgatóját más arcáról ismerik a szolnokiak. A jelmeztervező nem véletlenül iratkozott be a két éves képzésre. Maximalista vagyok a saját szakmámban is, és ugye maga ez a vendéglátás egy teljesen más szakmát és tudást igényel. És megkaptuk üzemeltetésre a Tiszatónál a kiskörei hallépcsőt, és úgy gondoltam, hogy mivel teljesen más, mint amit én 26 éve a cégemmel képviselek, ugye a jelmezkészítés, nyilván otthon főzicskézik az ember, meg sütöget, de az, hogy belelássunk ebben a kulisszák mögötti világban, ahhoz azt gondolom, hogy ezt a tudást el kell sajátítani, úgyhogy 56 évesen beiratkoztam iskolába. A szakképzésről szóló törvény értelmében az állam az első szakképesítés megszerzését ingyenesen biztosítja. Felnőttként is van tehát lehetőség két szakma és egy szakképesítés ingyenes megszerzésére, amelyre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben nyílik lehetőség. A képzés két éves, a mai sikeres ágazati alapvizsga után dönthetik el a tanulók, hogy szakács vagy cukrász végzettséget szereznek-e. Felnőtt képzés keretében vizsgáznak ma, és ez egy két éves ingyenes képzés. Hogyan épül föl? Úgy épül föl, hogy fél év után van egy ágazati alapvizsga, aminek a sikeres teljesítése után tudnak nyilatkozni, vagy választanak tulajdonképpen szakmát, hogy szakácsok vagy cukrászok lesznek, és utána indul egy másfél éves szakmai oktatásuk. Mi mindent tanulnak a két év alatt? Tulajdonképpen megtanulják, hát a szakmai részét, mind a szakács szakmának, illetve a cukrász szakmának is. Egy kicsikét talán sűrűsítve, mint a nappali tagozatosok, de szerintem ugyanolyan lelkesedéssel megvan bennük. Tehát mindent meg kell tanulniuk, ugye, ami kell majd a sikeres szakmai vizsgához. Milyen volt az érdeklődés idén? Elég sokan jelentkeztek, szerintem nagyon szép számmal indult. Most ugye 21-en vannak. Hát azért nehézségek adódnak persze. Lehetnek olyan élethelyzetek, amikor azt mondják, hogy sajnos nem tudunk eljönni, nem tudunk vizsgázni, de én azt gondolom, hogy nagyon szép számmal vannak jelentkezők. A mai napon mi számít sikeres vizsgának? Milyennek kell lennie a süteménynek, és milyennek a húsnak? Hát a kinézet azért nagyon sokat számít, hiszen ugye először megnézzük, hogy mi az, amit eszünk, utána jön az íz is. Állag, amit a szakmai ágazati alapvizsga bizottság nagyon szépen el fog bírálni, és el fog mondani, hogy milyen hiányosságok lehetnek, mi az, ami még lehetne javítani esetleg. Az idei tanévben a kereskedelmiben felnőtt képzés keretében 21-en vesznek részt a szakács és cukrász képzésen. A tapasztalatok jók, ezért a közterületi kamerarendszer bővítését tervezi az önkormányzat. Elsősorban az illegális hulladéklerakók miatt van szükség a fejlesztésre, derül ki a Város Üzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság elé került előterjesztésből. A dokumentum kitér a már meglévő rendszer korszerűsítésére is.
Nem kimélik a város kieső részeit a szemetelők. Az illegálisan lerakott hulladék eltávolítása összességében milliókat von el a város forrásaiból. Miközben legalábbis eddig a szemetelők többsége megúszta a felelősségre vonást. Hogy mindez ne legyen így, a jövőben újabb források bevonására van szükség ahhoz, hogy a tettenérést segítő kamerák számát gyarapítani lehessen. Az erről szóló előterjesztés két részből áll. Az egyik rész az, hogy mi vitjük azokat a helyszíneket, ahová a közterületfelügyelet mobil térfigyelő kamerákat helyezhet ki. Kimondottan az illegális hulladék lerakás megakadályozására vagy felszámolására. Erről már korábbi években több határozat született. Mindig sajnos kerül bele új helyszín, ami azért sajnos, mert ugye azt jelenti, hogy máshova is raknak le az emberek. Már korábban is voltak mobil térfigyelő kameráink, sajnos ezeknek az élettartama, ezek olyanok voltak, aminek letelt, és szeretnénk új 10 darab térfigyelő, mobil térfigyelő kamerát beállítani, ami kimondottan ezeknek az illegális lerakóhelyeknek a környékét figyelnék. És ezt szeretnénk, hogyha a közgyűlés a költségvetésnél figyelembe venné. A kamerák alkalmazása eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Volt tettenérés, visszakövethető, illetve közvetlen értesítés alapján is, és ezekben az eljárásokat lefolytattuk. A bizottság tárgyalta az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célzó előterjesztést is. A célra 336 millió forint van megjelölve. Itt elsősorban önkormányzati épületek napkollektorral való felszerelését jelenti ez a projekt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ingyen kapjuk a pénzt a kormánytól, és ez az önkormányzatnak éves szinten mintegy 30 millió forintos energia díj megtakarítást eredményez. Az előterjesztésben foglaltak szerint összesen 10 napelemes rendszer telepítésére nyílik majd lehetőség. A Szolnoknak nyújtandó támogatásra december 23-án érkezett pozitív elbírálásról szóló levelet a pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárságon állították ki. Keresni tanít a megyei levéltár. A közgyűjtemény videósorozatot indít annak érdekében, hogy bárki, aki érdeklődik a levéltári anyagok kutatása iránt, pontos, megbízható, ugyanakkor közérthető információkhoz jusson, mielőtt megkezdeni az iratok, okiratok tanulmányozását. Levéltári praktikák kutatóknak, ez a címe a megyei levéltár legújabb videósorozatának. A közgyűjtemény YouTube csatornájára minden hónapban felkerül egy-egy oktatófilm jellegű néhány perces anyag, amely azoknak nyújt segítséget, akik kutatásokat szeretnének végezni a gyűjteményben. A levéltárak világa, hogyha lehet úgy fogalmazni, még a mai napig egy kicsit misztikus világa laikus emberek számára. Ugye hasonlítunk mi egy kicsit a könyvtárakhoz, de azért más a levéltár. És hát ebből kifolyólag a nálunk kutatni szándékozók általában azzal a nehézséggel szembesülnek, hogy eleve nem tudják, hogy pontosan milyen iratokat őriz a levéltárunk. Tulajdonképpen őnekik van egy elképzelésük, hogy milyen témában szeretnének kutatni, de ehhez egyáltalán találnak-e iratot itt a levéltárban. Tehát már az indulásnál vannak ilyen nehézségek, aztán pedig ugye eljönnek hozzánk, és mi próbálunk nekik segíteni, de a kollégáimmal ez gyakori tapasztalat, hogy ugye nem járatosak a kutatók a levéltárban, ezért sokszor mondjuk mi nekik, hogy mit kellene itt a kutatóteremben csinálni, de eleve azok a fogalmak, amiket mi használunk, ezek nagyon idegenül hangzanak az ő számukra. És hát tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha készítenénk egy olyan segédletet. Hát ha nem nagy képűség ezt mondani, akkor kis oktató anyagot, amelyet, hogyha megtekintenek a kutatók előzetesen, akkor már sokkal több információval érkeznek ide a kutatóterembe, és ezáltal a kutatás is sikeresebb lesz. Hiszen mint majdnem minden tevékenységgel, amit az ember élete során végezhet, sokkal egyszerűbb úgy dolgozni, hogyha az ember érti is azt, hogy mikor mi történik, mikor mit csinál.
És hát ezt az űrt vagy hiányosságot próbáltuk pótolni ezzel az új videótartalommal, amit a napokban készítettünk el. Ugyanakkor a levéltári szakkifejezések Nyíregyházán, Szombathelyen, Pécsen is ugyanazok, mint Szolnokon. Így az oktatófilmek ismeretanyagai nem csak a szolnoki gyűjteményre vonatkoztathatók. A kezdeményezés hasznossága 3 nap tapasztalata alapján elvitathatatlan, hiszen nagyon sokan nézték meg a sorozat első epizódját. Nagyon kellemes meglepetést okozott, mert vasárnap estig 200 megtekintést számlált, illetve nyilván megosztottuk a Facebook oldalunkon is, illetve a levéltárnak a hivatalos honlapján is megjelent a hír, és ott is igen nagy aktivitást találtunk. Az volt a tapasztalat, hogy nagyon sokan megosztották, és ugye vitték tovább a hírét, akár családfakutató csoportok is. A kis filmsorozat felkészítő anyag is egyben, hiszen jövő januártól már csak elektronikus úton lehet iratbetekintésre bejelentkezni a levéltárakba. 1 évük van a kutatóknak és a levéltárosoknak, hogy az új rendszerre átálljanak. Kedves nézőink, ennyi fért a mai hírek. Pluszba 19 órakor az aktuálisra várjuk legközelebb önöket. Tartsanak velünk, szép napot, viszontlátásra!